Ezt nézzétek. Ez amúgy micsoda? Barbie autó? Ruhák, tömkelege baba ruhák, nagyon durva. Van ilyen unikorn is. Ja, de ez párna. Itt van sárkány. Őt keresed? Őt kerested? Igen. Mondjad. Mondjad szépen, most már kedd délután van, igaz? Alex ott bent játszik, Noé elment aludni, úgyhogy én addig a háda rucikat pakolom. Egy párat meg is mutatunk. Na hát ez egy picikét még nagy neki. Egyébként ez egy 92-es méret, szóval körülbelül olyan 2 éves születésnapjára lesz jó neki, de lehet, hogy egy picikét hamarabb, mert én nem tudom, szerintem annyira azért nem nagy ez a ruha. Úgyhogy ezt vettük, akkor vettünk egy Peppásat, mert állítólag a Peppa mesé a menő a kislányoknál, igaz? Ez a póló, akkor van egy zaranaci, púder színű, nagyon szép egyébként. És olyan finom az anyaga is, ilyen tök jó sejmi. Akkor van itt Alexnek és Noénak egy póló. Van még egy, amit Noénak vettem. Hát szerintem egyébként ez a... Emlékszem erre, ez tavalyi Next kollekció. Szerintem ez a lányos részem volt, de hát tökéletes lesz Noénak is. Lila a dinoszaurusz, de hát ez minket nem zavar. Aztán van egy nagyon cuki, ez is szintén Zara jogger. 68-as, mert egy számmal kisebb ugye a Zara. De gyűjtöm a 68-akat. Jaj, ez a kabát, ez gyönyörű. Olyan kis, finom kis lengekabi. Ez majorál, és egy évesre való. Hát akkor ez 74-80-as. Ez őszre lesz jó neki. Akkor van egy ilyen cuki őzikés kis ruhácska, azt hiszem, hogy ez H&M, igen, 80-as, ez is őszre lesz jó neki. Aztán van egy angol márka, ami egy marha drága márka, szóval ilyen 11.000 forint egy rugi. Ilyet is találtam a hádában, Ted Baker egyébként, és ez pont nyárra. 6-9, a Ted Bakerről azt kell tudni, hogy egy számmal kisebb, mint ami bele van írva, szóval ez inkább egy 68-asnak felel meg, és hát szinte már jó is Lizára. Elég különleges ruhái vannak egyébként ennek a Ted Baker gyártónak, 100 közül fel lehet ismerni, akkor ezt már annyira nem rakjuk messzire. Aztán azért vettem nagyobb ruhácskákat is, mert egy idő után már nem fogunk hátba menni, szóval addig, amíg mondjuk olyan 62-68-as méretig érdemes menni, utána már nagyon-nagyon nehéz nagyobb ruhákat kifogni. Iszonyatosan nagy kupacot kell átnézni, és csak tudom, hogy csak a szívem fájna, hogy milyen picikék, és hogy már nem jók nekünk. Igen, találtam egy Tommy Hilfiger kis blúzt is neki.
Nagyon kis aranyos. Ez pont jó lesz neki most nyárra. Aztán van egy ilyen lila cicás ruhácska. Lila cicás ruhácska. Ez is egy évesre való, hát akkor ez is ilyen 80-as méret. És akkor van szintén egy Ted Baker púder rózsaszín kord ruhácskának. Itt a kis részletei ilyen gyönyörűek. Baker. Ted Baker kis gombok is. Ez akkor szerintem egy ilyen 86-os lehet egyébként. Úgyhogy hamarosan megszűnik nekünk a Hádába járkálás, mert Liza kinő ebből a méretből, akkor cuki szellemes, ez is annyira finom puha, ez egy 68-as, ez nyárra jó lesz, ah, hát igen, a kedvencem, ah, ez egy Next Naci Tacsis. Igen, kutyás az jöhet minden mennyiségben. Akkor, amit mondtam, a Ted Baker, amit 1000 közül meg lehet ismerni. Egy leggings. Szerintem gyönyörű. Vannak rajta ilyen kis méhecskék. Rózsaszín méhecskék. Rózsaszín csíkos méhecskék. Ez is 18-24. Hát szerintem ilyen 86-os körül van. Akkor találtam a fiúknak is pólót, ez Noénak, egy piros póló, egy kicsit nagyobb, ez Alexé, ez is Alexé, egy hosszú ujjú, munkagépes. Mindjárt végzünk, baba, jó? Elpakolom, és akkor végre lesz hely itt a kanapén. Akkor ez Alexé szintén. Akkor van egy ilyen rózsaszín, amin azért gondolkodtam, hogy elhozom, de állítólag kisfiúnak is divatos most a rózsaszín. Van rajta kis cipszer, ennek meg kis kezei vannak. Gombocskával itt fel lehet nyitni. Szerintem tök aranyos. És akkor van még egy, ami szintén, gondolom, lányos kollekció lehetett, de azért elhoztam Noénak, szerintem simán vállalható. Hát annyiból látszik, hogy lányos ez a póló, hogy itt csillámlik ez a dinoszaurusz, meg ez is itt. De hát szerintem simán. Ugye? Azt tetszik neked is? Igen, igen. A Ted Baker, Ruci, igen. Hát ebben még egy picikét nőni kell. Igen, ez jó színes, ezt tetszik neki. Aztán találtam Alexnek egy dinoszauruszos pulcsit. Hát igen, ennyi gyereknek, aztán a fiú kupacot is át kellett néznem, a lányruha kupacot is, de mondom, egy darab pulcsit találtam Alexnek, mert ebben a méretben már sajnos akkor van egy nagyobb póló autós. És akkor megint jönnek a Liza ruhák. Ez gyönyörű. Na, oda mérjük hozzá, gyere. Nézzük meg. Gyere, nézzük meg. Ez így. Jól van, jól van, jól van. Ez is nagyon szép kis ruha. És még ez is címkés. Némit. Nem ismerem, nem tudom, hol lehet ezt kapni, de 74-es szóval nyár végére jó lesz. Ú, most jön egy nagyon-nagyon szép. Ez gyönyörű, ez a ruha.
Egyébként bálabontáskor mentünk, nem, bálabontás utáni napon mentünk. Aggódtam, hogy marad-e nekünk még ilyen szép... Azt tetszik? Na várjál, tessék, itt van vissza a kedvenced. Ez is kicsit nagyobb. Ez is egy Next ruha. Ezt is ide a nagyobb kupacba teszem. És akkor van egy ilyen. Ez is annyira kis szép. Gyönyörűeket találtam most, annyira örültem nekik. Ez is még címkés. Valami sosem hallott márka. Na mi van? Mi van? Mondjad? Mi újság veled? Kész pacakpuszit? Pacakpuszi? Akkor van egy kötelező, egy unikornisos, hát ez egy kicsikét merészebb darab, de majd ilyen óviba, vagy nem tudom, bölcsibe, hogyha te is majd néha mész. Van egy ilyen epres George. Akkor egy, nem muszáj, tudom, mindig rózsaszín, ezért őszre egy helyes kis rókás tunika, és my daddy is my fave. Hosszú ujjú felső, ez is őszre. Szóval lehet szépeket kifogni a hádában. De akkor most egy kicsit játszunk. Jó, anya, gyorsan ezeket a kupacokat, amiket itt vett, elpakolja, és akkor játszunk, babus, jó? Jó. Akkor találtam még Noénak egy Gap kardit a hádában. Lizának egy tök jó neon narancssárga. Mi a baj? Mindjárt végzünk, jó? Mi van? Unalmas, mikor? Unalmas, inkább játszunk, igaz? Gyere! Szóval gyorsan egy neon pólót, akkor egy ilyen madárkás felsőt, ez mind a kettő 68-as. És akkor ezt még gyorsan megmutatom. Ez pedig a szülinapi ruhája lesz. Ez egy 6-12, tehát ez is 74-80-as méret. 6-12. Ez szerintem gyönyörű. Szerintem gyönyörű lesz. Megmutatnám, hogy néz ki. De hát itt el vagy feküdve. Hátadra tudom csak rád tenni. Ilyen leszel a szülinapodon. Szép leszel? Igen. A legszebb a világon, ugye? Életem. És akkor még Alexnek találtunk egy chipzáros rugit. Ezeket imádjuk. Szerintem a világ legjobb találmánya a chipzáros rugi. Ez még egy picit szerintem most nagy neki, de hamarosan jó lesz. És hát igen, Noénak egy terepmintás kabit őszre. Belül picit minimálisan bélel, szóval ilyen tök jó kis őszi kabi. És akkor még van itt egy pár ruci. Ennyi az Lizának. Szintén egy Gap rövidújú. Ez meg volt neki 50-esben is. Ez a number van Little Sister felső, ezt azért hoztam el, mert ez emlék. Hát igen, hogy ne legyen mindig rózsaszín, vettem neki csajos kék rucit is. Most
nyárra, akkor van egy ilyen helyes kis ruhácska. Imádom ezeket a ruhákat. Szintén egy említett Ted Baker különlegesség. Egyet-egyet ki lehet egyébként fogni. Amit itt láttok, ezek a fiúk ruhái. Ezeket pedig már méret szerint kiválogattam. 68-74, nem, ez a nyári 68-ak, ezek a 74 és 68 őszre, ezek pedig a 74 majd a 74-80 inkább térre, ide pedig a nagyobbakat ide visszaraktam, és ezt külön dobozba teszem. Szóval ezeket itt mind a Budaörsi és a Corvin Plázás hádában találtuk, van egy Hello Kitt is. Úgy emlékszem, hogy ez H&M-es, igen, H&M-es naci. Akkor van egy gyönyörű, szép, pillangos tül szoknyás ruhácska. Akkor van egy elmaradhatatlan hattyús ruha. Ez anyukám kedvence. Ez egy zsiráfos play suit nyárra. Azt mondta, hogy önnek is kell egy ilyen. Úgyhogy ha felnőtt női méretben tudtok, akkor szóljatok, hogy hol lehet ilyet kapni. Akkor van egy ilyen tülszoknyás kis nyári body. És az utolsó pedig egy bambis ruhácska, ami szerintem szintén egy picit nagyobb. Azt hiszem, hogy ez 80-as talán. Ha megtudjuk innen. Aha, 80-as. Hú, hát valaki meg itt közben elaludt. A szülinapi ruhácskájában. Szóval ezeket vettük a hádában, úgyhogy szerintem érdemes menni. Érdemes menni hónap elején. Hónap vége felé, mert 50%-kal leszokták őket árazni, bár mondjuk most már, ahogy letettok, kilós lett, eddig darabárasak voltak, most már kilóra megy, és ezért tetszett nekem, mert ugye ilyeneket tudtam elhozni kilós árban. Next ruhákat, Gap ruhákat, Zara, és meg hát főleg ugye a méregdrága Ted Baker ruhákat sikerült elhozni kilós árban. Szóval nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezeket ott megtaláltam, és a fiúknak is lesz nyárra, meg majd őszre pólójuk, meg hosszújú felsőjük. Itt a kabát, azért teljesen odáig vagyok. Imádom ezt a kabit. Annyira Noé-nak való. Kis vagány. Nagyon tetszik. Egyébként nem ennyire fakó a színe, mint itt látszik, hanem azért egy kicsikét zöldesebb, terepebb. Valaki pedig itt jön segíteni nekünk. Ugye, Alex? Na, kukucs? Yes? Neked is itt kell lenni, igen, tudom. Na, megyek, viszont beteszem az ágyikóba, és megcsinálom az ebédünket. Ted Baker ruhánk, amit korábban a hádában sikerült turnom, hogy szépen fogalmazott, csak hogy lássátok, hogy mennyire különleges darabok, azért megmutatom. Ez egy body és ilyen kis szoknyás szett. Akkor van egy gyönyörű, álomszép rugi. Mondom, szerintem ezer közül fel lehet ismerni ezt a mintát, ezt a márkát, egy kis fejpánttal. Akkor van egy ilyen rucink is. Ez egy picikért nagyobb, ez már egy szerintem körülbelül 74-80-asnak felel meg, de szerintem álomszép. És akkor van még egy ilyen kis nyuszikás, szintén
rövid ujjú bodyval kombinálva egy ilyen kis felső, ilyen blues-szerű. Úgyhogy ezt még gondoltam gyorsan megmutatom, és hogyha már unjátok a csajos ruhákat, akkor bocsi, de nekem ez akkora boldogságot okozott, hogy ezeket a gyönyörűségeket itt találtam Lizának, hogy aki itt alszik. Mutatom nektek. Na de most már tényleg megyek és megcsinálom az ebédemet. Hogy nem kifelejtettem. Magamnak is találtam egy vörösbegyes hosszú ujjú felsőt. Szóval akkor ennyi. Tényleg befejeztem. Ennyi a sok ruhából.